Szóval az a korábbi konzervatív világ is, Horthy Miklós a megszemélyesítője, ők is akkor kisgazdapártra kívánták bízni a kormányzást. Aztán később, 1945-ben, hát olyan választások ebben az országban még nem voltak, se azelőtt, se azóta. Orosz megszállás ellenére elmertünk menni, 93%-a a népességnek elment szavazni. Ahogy ezt a nagyvilágban mondják, the voters participation, a szavazásra jogosultak részvétele a tényleges szavazat leadásából. Ilyen nagy százalék, elmentünk ez a nemzet, bölcsen és bátran szavaztunk. És 83%-ban a polgári, konzervatív, nemzeti politikára szavaztunk. Hát, erről hozsánázni kéne. Jobban éreznénk magunkat, ha ezeket mondanánk magunkról. Akkor, 1945-ben a világ sajtó arról írt, hogy a magyarok a demokrácia fellegváró, Hungary is the fortress of democracy, a New York Times vezércikbe írta. Aztán, amikor 2000 után a Szovjetunió itt eltörölte, ami demokratikus nemzeti kormányzásunkat, amelyik kisgazdapárti miniszterelnök, kisgazdapárti államfő, kisgazdapárti házelnök, persze koalíciós kommunista micsodák jelen voltak, mert a szovjet megszállás, mi minden, de az átmenetinek szánt valami volt. És amikor a Szovjetunió megszegte az egyességet, és elmozdította a kisgazdapártiakat a kormányzásból. Szovjet katonai beavatkozás. És akkor, amikor a kisgazdapárti többség a parlamentbe nem adta ki Kovács Bélát, a mentelmi jogot, már jó néhányan már szovjet börtönbe voltunk. Kovács Béla kiadatásáról volt szó a parlamentből. És akkor a független kisgazdapárti többség, pedig itt volt a nagy szovjet hadsereg, itt volt a... És akkor azt mondták, nem. Nem adták ki a Kovács Bélát. A független kisgazdapárti többség a Magyarországgyűlésben. És akkor megint egy szovjet tábornok éjjel elment az osztagából, és Kovács Bélát elhurcolták. A független kisgazdapárti. És sorolhatnám, barátaim. Tehát amikor elnök úr mondott, hogy igen, független kisgazdapárti mozgalomra, kisgazda mozgalomra emlékszünk, hát bizony emlékezünk rá, és emlékeztessük a nemzetét, a társadalmat, a világot. És milyen jó és milyen szomorú, hogy mi most, akik a magyar közéletet figyeljük, és része vagyunk, látjuk azt, észrevesszük, hogy bizony ez nem része a közgondolkozásnak, különösen nem a politikának. És barátaink, a mi oldalunk, mi magunk is, bizony nem igen tudjuk ezt. Kádár Jánosék olyan sikeresek voltak kiölni a nemzetből a patrióta történelemtudatot. Nem tudjuk a történelmünket, ilyeneket, amit mondtam, csak említettem, és másokat. Magyarországgyűlés korelnöke vagyok, Egek ura. És a barátaim hol vannak? A Varga Bélák, meg a Nagy Ferenc, meg a Kis Sándor, meg a Kovács Béla, meg a többiek. Elmentek az élet útján. És akkor összehasonlítom azt az országgyűlést, amikor a kisgazdapárti mozgalom többsége volt a Magyarországgyűlés, és a jelenlegivel. Egek ura, ég és föld!
Nem csak azért, mert a kommunistákból átvedlett valakik, akik meglátták a napsugarat, vagy végig tapossák a Jerikói utat, vagy az ég tudja, hogyan minősítjük. De a magunk oldalán is, az én fideszes képviselőtársaim, jó többségében, jó szándékú, tisztességes, jó akaratú, fölkészült emberek, és tovább fölkészülnek, mert a további fölkészülés úgy köl, mint egy falat kenyér. De ugyanakkor ezek az én jó barátaim, testvéreim és öcseim és kicsodák, hát néha olyan ártatlanul nem tudják ezeket a dolgokat. Ártatlan, nem szabad mondanom, de hogy dramatizálj, az ártatlan tudatlanság. Hát nem tudjuk azt, hogy legalábbis nem abban a tudatban állunk hozzá a politikánkhoz, hogy Magyarországon, amikor a kommunista kormányzás volt, az nem azt jelentette, hogy kommunista Magyarország volt. A világirodalom tele van azzal, fél évszázada, hogy írnak a kommunista Magyarországról. Hát én a professzor, meg a szónok, meg a proféta, meg a politikus, mindenütt beleszólok. Sose volt kommunista Magyarország. Kommunisták által megszállt, kommunisták által uralt Magyarország volt. És majdnem, hogy magunk is, képviselőtársaim is azt mondják, hát akkor, mikor kommunista Magyarország volt, hát nem volt. És akkor, hát valóban, hová megy a támogatás? Jelentős mértékben nem is tudjuk visszahozni Brüsszelből, Brüsszelbe elküldjük a hozzájárulásunkat, aztán, hogy mennyi tudunk vissza applikálni. Pályáznunk kell érte. A szó is engem időnként fölbőszik. Hát az a pénz, amit mi oda tettünk, azt akkor térden állva és nagy kérvényekkel megírva kell visszapályázni. És nem is tudjuk, hogy pályázunk vissza, úgyhogy körülbelül 60%-a visszapályázunk, aztán másik fele meg ott marad, aztán vagy örökké ott marad, vagy az ügyesebb franciák majd ők megszerzik meg a mások. Szóval hol az a kis gazda mozgalom, amelyik a politikába, a történelembe, a gazdaságba csinálhatnám más mesterségemet, de ezt csinál. Na, hogy ha hatásosabban részt vehetnék a törvényalkotásba és az ország kormányzásába, nevezetesen egy ilyen főnixként újjá született kisadapárba, hát persze, hogy akkor ott lennék. Mert akkor ott több hatással, több eredménnyel tenném azt, amit teszek. Említette, 93% ment el a választásra, és abból 14% volt kommunista. Ebben a helyzetben a két legerősebb erő a szociáldemokrácia és a kisgazdák voltak akkor. Itt az orosz hadseregen kívül még az is közrejátszhatott, hogy szembeállították a két baloldali pártot, a kisgazdákat és a szociáldemokratákat. Hogy látja most? Van-e annak lehetősége, hogy ez a két történelmi párt ismét a parlamentben, esetleg összefogva, ha másképp nem megy, megkerülhetetlen kormányzati erővé váljon? Van még egy-két kérdés. Lesz-e szocdem kisgazda olyan szövetség, mint 1943-ban volt? Hát nincsen egy olyan szociáldemokrata párt, és nincsen egy olyan kisgazda párt. Ha lesz, ezek összejönnek, akkor igen. Én jól ismerek néhány szociáldemokratát, hát akkor is barátkoztam Szeder Ferenccel, meg Képli Annával, meg Pályák Károllyal, mindegy. Jelenleg, aki megvan közülük, van néhány, ott is összejöhetne egy 100 talán. És, na, nem is folytatom. Először lenni kell, és akkor számítunk, akkor ránk figyelnek.